Adatbázisának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. Ez utóbbi esetben azonban csak akkor, ha a jogos érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A módosító javaslat indoklásában foglaltaktól eltérően a törvényjavaslat nem szolgai átültetést valósít meg, hanem a magyar adatvédelmi szabályokhoz illeszkedően ülteti át a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK Európai Parlament és Tanácsi irányelv szabályait, amelyek átvétele az egységes európai adatvédelmi szabályozás és a személyes adatoknak az Európai Unión belüli szabad áramlása érdekében uniós szinten is szorgalmazott. Ezt mutatja az is, hogy a törvényjavaslat alapjogvédelmi indokú szűkítésekkel fogalmazta meg az irányelvi előírásokat, azaz az új jogalapot csak abban az esetben engedi alkalmazni, ha az érintett hozzájárulását nem lehet, vagy aránytalan költségű lenne beszerezni. Ezen kritériumok fennállását a törvényjavaslat alapján 22. szakaszban az adatkezelőnek kell bizonyítania. Mindezen feltételek mellett nem állítható, hogy az új előírás bianco adatkezelési felhatalmazást adna. A módosító javaslat indoklása tulajdonképpen azt állítja, hogy az uniós jog előírása még további garanciák előírása esetén is a magyar alkotmányos keretekkel nem áll összhangban. Az adatvédelmi biztos e tárgykörben tett észrevétele is önellentmondást tartalmazott, egyfelől ugyanis az irányelvben foglaltatnál szigorúbb szabályozást kifogásolta, erre a tagállamnak a személyes adatok megfelelőbb védelme érdekében módja van, másfelől kétségét fejezte ki az alkotmánybírósági gyakorlatnak való megfelelés tekintetében. Az irányelv ezen része korábbi átültetésének hiánya miatt a konkrét kérdésben alkotmánybírósági gyakorlat csak a jövőben alakulhat ki, egy uniós előírásokon alapuló megfelelő garanciákkal ellátott adatkezelési lehetőség alkotmányossága ugyanakkor alappal nem támadható. A másik kifogásolt szabály arról rendelkezik, hogy ha a személyes adat felvételére eredetileg az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő azokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezelheti további külön hozzájárulás hiányában, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén is. Ez utóbbi esetben azonban csak akkor, ha a jogos érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A fentiekben írtak, ebben a vonatkozásban is fennállnak, azaz, amit az előbb elmondtam, a magyar alkotmányos keretekhez való igazítást jelzi itt, különösen az, hogy ezen lehetőség alkalmazására, ami a módosító javaslat indoklásából foglaltaktól eltérően az előbbi jogalapnál nem bővebb, hanem szűkebb körű, csak előzetes hozzájárulás esetén és törvény ezt kizáró rendelkezése hiányba lehetőség. Ha az adatkezelő e jogalappal kíván élni, külön tájékoztatási kötelezettsége keletkezik az érintett felé a törvényjavaslat 20. szakasz második bekezdése alapján. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az eltérő célra irányuló adatkezelést, még ha a korábban hozzájárulással felvett adatokra is vonatkozna, a törvényjavaslat új, az adatvédelmi biztos jelenlegi gyakorlatát a szabályozásba átültető előírása alapján külön be kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba. A törvényjavaslat átveszi azt az Európai Uniós megközelítést, ami szakít a hozzájárulás minden hatóságával, ugyanakkor ezt nagyon óvatosan teszi meg, az irányelvnél szűkebben vonva meg a határokat. A hozzájárulás abszolutizálása az azzal való visszaélésekre is vezethetne, például ha valaki üzleti vagy tagsági kapcsolatba lép egy szervezettel, majd kötelezettségeit nem teljesíti, utóbb pedig adatainak törlését kéri, ezzel ellehetetleníti a vele szembeni jogérvényesítést. Mindkét szabály vonatkozásában kiemelendő, hogy az érintett jogait, tájékoztatás, helyesbítés kérése, törlés kérése és tiltakozási, bírósághoz fordulási lehetőségét a törvényjavaslat ezen esetekben is maradéktalanul biztosítja. Hangsúlyozandó, hogy az új jogalapok nem az állami adatkezelések mozgásterét kívánják elmosódó határokkal kibővíteni. Ha az államnak adatkezelésre van szüksége, akkor a kötelező adatkezelés törvényben elrendelheti. Ehelyett olyan a magánszférába tartozó adatkezelők körében előforduló adatkezeléseket kíván jogszerűvé tenni, amelyek létét a jogalkotónak tudomásul kell vennie, például egy nemzetközi nagyvállalat esetében
a humán erőforrás menedzsment szigorú belső garanciák mellett működhet anélkül is, hogy az érintett minden egyes adat, illetve adatkezelési művelet kapcsán egyesével hozzájárulását adta volna. Hasonló ehhez az utcaképeket rögzítő úgynevezett Street View szolgáltatások kérdése. Fontos megjegyezni, hogy a felsorolt esetek a jogalkotó részéről nem azt jelzik, hogy ezekben az esetekben kivétel nélkül jogszerűnek tekinthető az adatkezelés. Csupán azt, hogy a törvényi szint helyett az adatkezelő lesz abban a helyzetben, hogy az érdekek mérlegelése alapján döntést hozhasson. Van egy olyan praktikus megfontolás is emögött, hogy amennyiben a jogalkotó megtartaná a korábbi merev szabályozási logikát, úgy a jogon kívülre szorítaná olyan adatkezeléseket, amelyek egyébként az érintettek szempontjából nem járnak érdeksérelemmel, csupán formálisan ütköznének a már korszerűtlen adatvédelmi szabályozás betűjébe. Az új jogalapok alkalmazása kétségtelenül új, de mindenképpen üdvözlendő előrelépés jelent, amely a hatósági ellenőrzés lehetőségével, valamint a belső adatvédelmi felelősök konferenciájának keretében megvalósuló konzultációkkal kiegészülve semmiképpen sem veszélyeztheti a személyes adatok védelmének szintjében csökkenést. Igen, bocsánat, nekem is csak 6 percem van hozzászólásra. Akkor majd folytatom, én csak jelezni akartam, hogy elég alaposan mérlegeltünk minden egyes módosító indítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. 2 perces felszólása következik. Schiffer András képviselő úr, öné a szó. Én nagyon méltányolom, hogy államtitkár úr kikereste a pontos indokolást végre. Az a helyzet, hogy miközben nagyon alapos a szöveg, tehát nagyon impozánsan föl van töltve különböző európai hivatkozásokkal, ez gyakorlatilag egy tautológia. Hát semmiféle gyakorlati indokát nem adta államtitkár úr annak, hogy ezeket a feloldásokat miért kell megtenni a törvényben. Ami a konkrét dolgokat illeti, egyrészt, amikor a hozzájárulás visszavonása utáni adatkezelésről van szó, ugye ez az egyik eset, a másik pedig, amikor lehetetlen vagy aránytalan költséggel jár, mellőzni lehet a hozzájárulást. Közbevetőleg azért annyit megjegyeznék, hogy ma már szerte a világon a legnagyobb fenyegetés, vagy legalábbis az államival azonos fenyegetést jelent a magánszektornak az adatkezelése, ahol viszont meg az államnak egy intézményvédelmi kötelezettsége áll fenn a magánszférához fűződő jog, illetve az információs önrendelkezési joggal kapcsolatban. Amit ön mond, vagy amire az indokolás utal, azt viszont egy másik jogtechnikai eszközzel meg lehet oldani, erre még a bizottságnak vagy a kormánynak szerintem van lehetősége. Nevezetesen, hogyha ön arra gondol, hogy például a munkavilágán belül, egy cégen belül bizonyos esetekben ne kelljen figyelembe venni a hozzájárulás visszavonását, vagy aránytalan költséggel járna mondjuk a hozzájárulások bejegyzése egy nagy multi cégnél, teszem azt, akkor ezt le kéne utalni a megfelelő munkajogi törvényekbe. Ha mondjuk különböző szövetkezeteknél, ugye ön utalt itt arra, hogy üzleti kapcsolatokban visszaélésszerűen lehetne alkalmazni a hozzájárulás visszavonását, mondjuk egy szövetkezeti törvényben lehetne konkretizálni azt az esetet, amikor lehet tenni ilyen kibúvót magyarul. Én azt javaslom, államtitkár úr, hogy mind a kettő általunk kifogásolt szakasznál esetleg tegyék meg azt a megkötést, hogy erre akkor van lehetőség, hogyha törvény, tehát magyarul egy szektorális törvény, hiszen ezt egy kódexként kezeljük, hogyha egy szektorális törvény legyen, az a munkatörvénykönyve, vagy egy szövetkezeti törvény, erre kifejezetten lehetőséget ad. Ez a jogállami megoldás, a szektorális törvényekben világosan körül lehet határolni ezeket az eseteket. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszállással megadom a szót Lampert Monika képviselőasszonynak, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Miközben figyelemmel hallgattam államtitkár úr érvelését a módosító indítványokkal kapcsolatban, illetve hogy mi a felfogása ebben a kérdésben, adatvédelmi kérdésben a kormánynak. Nem találtam olyan mondatot, állítást az ő érvelésében, amely lehetetlenné tenni azt, hogy a 18-as ponttal a Steiner Pál által benyújtott módosító indítványt a kormány oldal megtámogassa. Tehát mondom még egyszer, figyelemmel meghallgatva, amit mondott, azt gondolom, hogy az az állításunk, hogy szükségtelen egy kiskaput hagyni arra nézve, hogy más törvény eltérően rendelkezhessen a statisztikai célra felvett adatokról, egy ilyen kiskapura nincsen szükség. Azt gondoljuk, hogy sokkal nagyobb biztonságot jelentene, hogyha ezt a módosító indítványt elfogadnák, és ezt a kiskapunak látszó helyzetet megszüntetnénk, vagy ha úgy tetszik, ezt a kiskaput kisenyitnánk, nemhogy bezárnánk. Köszönöm szépen.
Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót. Ott hagytam abba, hogy éppen azt a módosító, annak a módosító indítványnak az elutasítását szerettem volna megindokolni, amit Lampert Mónika számon kért rajtam. Ugye a módosító javaslat akként rendelkezne, hogy a statisztikai adatok kezelésére csak statisztikai célokból legyen lehetőség, noha a hatályos szabályozás is lehetővé teszi a levéltári kezelést, valamint az adatszolgáltató hozzájárulása alapján a bármely más célra való felhasználást. A törvényjavaslatnak nem célja, hogy a statisztikai adatok más célra való kezelésének lehetőségét bővítse, viszont a fennálló helyzethez is igazodva e kérdés részletes szabályozását a statisztikáról szóló törvény rendelkezéseinek a körébe utalja. A módosító javaslat következő pontja, akkor, hogy befejezzem a Stennel Pál képviselő úr módosítóira vonatkozó érvelésemet. A következő pont a személyes adatok kezelése ellen az adatkezelőhöz benyújtott tiltakozás esetén az adatkezelő kötelezettségévé tenni az érintett adatok kezelésének azonnali felfüggesztését. Ennek kimondása célszerűtlen, egyrészt azért, mert az adatkezelés felfüggesztése nem értelmezhető megfelelően, az adatkezelés körébe tartozik az adat tárolása is, ez pedig nem függeszthető fel. Másrészt azért, mert az adatkezelésre vonatkozó előírás léte esetén az adatkezelő ez esetben két egymásnak ellentmondó jogi kötelezettséget lenne kénytelen teljesíteni. A módosító javaslat indoklásának azon érve, amely szerint a jogszerűtlenül kezelt adatok esetében is a jóhiszeműsége az adatkezelőnek formálisan fennállna ez esetben, nem megalapozott, a törvényjavaslat ugyanis a tiltakozás lehető legrövidebb időn belül való megvizsgálását írja elő. Ha az adatkezelő akár az ezzel való késlekedéssel, akár adatkezelési műveletek végzésével az érintettnek kárt okoz, azért felelőssége tartozik, így neki is érdeke a tiltakozás megfelelő kezelése, és ha annak alapján szükséges az adatkezelési műveletek, például a továbbítás megfelelő korlátozása. Tisztelt Ház, tehát Stennel Pál képviselő úr módosító indítványaiban foglalt egyébként valóban jelentős kérdésről az álláspontunkat ismertettem. Megítélésünk szerint azok a kifogások, amelyek erős politikai felhanggal valamifajta összeesküvést vizionálnak a jövőben az adatkezeléssel kapcsolatban, azok teljesen megalapozatlanok. Az Európai Uniós irányelv átültetését a magyar alkotmányossági kereteken belüli lehető legfinomabb eszközökkel próbáltuk megvalósítani, tehát szó sincs arról, hogy először is ne felejtsük, hogy egy Európai Uniós irányelvről van szó, másrészt szó sincs arról, hogy a magyar gyakorlattal, a magyar alkotmányos keretekkel ellentétes lenne az az átültetési javaslat, amelyet itt az önök asztalára tettünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr. 2 perces felszólalással megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, a bizalmatlanságra nem az ellenzék adott okot, hanem önök adtak okot például azzal, amikor Orbán Viktor vonalkódos leveleket írt ki a választópolgároknak. Ez bizony, látom a fideszesek arcán az értetlenséget, nézzék meg az ezzel kapcsolatos reakciókat, akár az interneten, akár a sajtóban. Bizony, alapos aggodalmat fogalmaz meg, és alaposan aggodalomra ad okot ilyen eljárás, amikor vonalkóddal keresik meg a választópolgárokat, aztán semmiféle kontrollt nem engednek, hogy valaki tisztességgel megnézhesse azt, hogy utána ezekkel mi történik. Tehát van ok az aggodalomra. De visszatérve ehhez a módosító indítványhoz, azt értem, amikor az államtitkár úr azt mondja, hogy például a statisztikai célra felvett adatok tekintetében majd a KSH-ról szóló törvény ad részletesebb szabályokat. Ez szerintem rendben is van, lehet ezt nyilván sok, és van is szabályozni való ezen a területen. De azt nem írja fölül valószínűleg ez a törvény sem, hogy a statisztikai célra felvett adatokat az csak ilyen célra lehessen kezelni. A részletszabályokat természetesen meg lehet fogalmazni, és lehet erről rendelkezni.
Jó, én azt gondolom, minden lehetséges érvet ezzel kapcsolatban elmondtam, tehát nem kívánom az országgyűlés drága idejét egy módosító indítvánnyal továbbrabolni. Minden esetre azt szerettem volna elérni, és remélem sikerült, hogy legalább két ejt ébreszek azokban a képviselőkben, akik ezzel a területtel részletesebben eddig nem foglalkoztak, hogy nem biztos, hogy zsigerből el kell utasítani egy ilyen módosító indítványt. Volt jó példa rá az elmúlt időszakban, hiszen volt Steiner Pálnak olyan módosító indítványa, amit államtitkár úr is támogatott, tehát én szeretném, ha ez is bekerülne ezek sorába. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 35-től 41-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Felszólalót nem látok. Mivel nincs több felszólaló, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem, Répási Róbert államtitkár urat kíván-e, vagy majd a határathozat előtt kíván a vitában elhangzottakra reagálni? Igen, most nem kíván reagálni, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Bocsánat. Önné a szó, államtitkár. Bocsánat, akkor csak azért, hogy ne a következő tárgyalási szakaszban kelljen reagálni, én csak szeretném jelezni, hogy már minden hozzászólásomat, minden érvemet elmondtam a törvényjavaslattal kapcsolatban, és még egyszer köszönöm szépen a módosító indítványokat, valamint a még most benyújtások előtt módosító indítványokat is köszönöm, és ezeket meg fogjuk vizsgálni. Tehát így akartam megelőzni azt, hogy a szavazások között kelljen majd hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Bejelentem, hogy az ügyrendi javaslatra további kapcsolódó módosító indítványok benyújtására ma 13 óráig van lehetőség. A benyújtott módosító javaslatokról következő ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés, soron következik a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Lukács Tamás, Vejke Imre, Varga László és Harag Péter KDNP képviselők önálló indítványát, a TPER 3507-es számon, az együttes bizottság ajánlás pedig TPER 3507/73-as számon megkapták és megismerhették. Tisztelt országgyűlés, a bizottsági ajánlás összesen 87 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem Nyakó István jegyző urat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt országgyűlés, az ülést vezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 7-től 87-ig terjedő pontjai szerepeljenek. Ezek a normaszöveg, illetve a mellékletek módosítását kezdeményezik. Annak ellenére, hogy a preambulumhoz érkezett módosító javaslatokat a részletes vita végén kell megtárgyalni, az összefüggésekre figyelemmel a harmadik és a hatodik pontot az első vitaszakaszba tárgyalja az országgyűlés. A második vitaszakaszban a kizárólag a preambulum módosítását kezdeményező javaslatok megvitatására kerül sor, az ajánlás 1-től 7-ig terjedő pontjai szerint a már tárgyalt harmadik és hatodik pontok kivételével. Köszönöm, jegyző úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés indítványomat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az általános vitában elhangzottak megismétlésének elkerülése véget kérem, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék a bizottságajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Vitaszakasz megjelölése nélkül írásban előre jelentkezett Kővári János és Csöbör Katalin Fidesz képviselő. Kérem, hogy a felszólalási szándékukat az egyes vitaszakaszokban gomnyomással jelezzék. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 3-as és 6-os pontjára, valamint a 7-től 87-ig terjedő pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Megadom a szót Nyakó István képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt ház, először tehát a preambulumhoz szeretnék hozzászólni, méghozzá a 6-os ponthoz. Úgy fogalmaz a
törvénytervezetnek a preambuluma utolsó mondatába, hogy a következő sarkalatos törvényt alkotja az országgyűlés, legalábbis akkor, hogyha elfogadja az országgyűlés ezt a törvényjavaslatot. Ugyanakkor az önök által elfogadott alaptörvény 7. cikkelyének 3. pontja a következőt mondja. Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim, ez a törvény nem az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó törvény, ez attól sokkal több, ez a vallásszabadságról, lelkiismeretszabadságról szól, tehát nem csak az egyházakról. Az igaz, hogy a törvény belső tartalma szerint 6 paragrafus szól összesen a lelkiismeret és vallásszabadságról, a többi 31-nehány csak az egyházakról. Ettől függetlenül azt mondom, hogy az alaptörvénnyel ellentétesen szavaznának, hogyha módosító indítványunkat nem fogadnák el, hiszen a lelkiismeret és vallásszabadságot az alaptörvényünk nem utalja sarkalatos, azaz kétfalamos törvény hatáskörébe. És akkor itt meg is állok, hiszen ennyit szerettem volna legalábbis az első vitaszakaszba elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Túri Kovács Béla képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Miután megértettem az intelmet, hogy az általános vitát ne próbáljuk megismételni, nem törekszem erre, de azt mégis el kell mondanom, hogy ha a preambulumról beszélünk, akkor nem lehet, hogy ne szóljunk az általános hitelvekről. És ha az általános hitelvekről szólunk, amelyről itt több módosító is megjelent, hát számosat lehetne felsorolni az 5-östől mondjuk Hörcsik-Richárd féle módosítókhoz. Teljesen világos, hogy majdnem a lehetetlenre vállalkozik a preambulumban az előterjesztő, amikor hitelvekre vonatkozóan kíván tételeket megállapítani. És ami miatt én most szót kértem, az elsősorban arról szól, hogy vajon a hitelvek meghatározása esetén hova kerülnek azok, akiket én most, hadd mondjam el azt a klasszikus viccet egy kicsit átformálva, amely az Osztrák-Magyar Monarchiában történt állítólag, amikor is vasárnap felsorakoznak az istentiszteletre, és az őrmester azt mondja, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok, egy ott maradt középen, és akkor azt mondja nekik, hogy drága barátom, most maga vagy beáll valamelyik felekezetbe, vagy bevágom az ateisták közé. Szóval azt gondolom, hogy világos, hogy ma, amikor hitelvekről beszélünk, akkor ott nem maradhat kívül, és ezt nem látom pontosan megfogalmazva, az egyisten hívőknek talán a legnagyobb társadalmi része. Azok az egyisten hívők, amelyek hisznek az egy örök és megváltoztathatatlan könyörületes Istenbe, de ugyanakkor nyilvánvalóan a vallási tételek tekintetében pedig különböző felfogásokat vallanak. Őket is valamilyen módon kellett volna, valami módon be kellett volna ide vonni, hiszen az egész társadalom számára akarunk itt törvényt alkotni. Ez az egyik észrevételem. A másik, hogy amikor kétféle meghatározás következik, ugye a vallási tevékenységek, az, nem tudom, hogy ide tartozik-e még, úgy gondolom, hogy igen. A vallási tevékenységek tekintetében. Az egyik kategória, amely pozitív meghatározásokat hoz, a másik, amely negatívat. Az egyik, amely azt mondja, hogy melyek azok, amelyek szerinte vallási tevékenységnek minősülnek, és van egy másik módosító sorozat, amely azt mondja, hogy ezek pedig nem tartoznak oda. E tekintetben megint csak azt tudom mondani, hogy iszonyatos nehéz feladatot vállalt mind az előterjesztő, mind pedig mindenki, aki ebben megpróbált valamiféle érdemi javaslatot tenni. Egy olyat szeretnék kiemelni itt, amelyet én személy szerint erőteljesen támogatnék, amely a vallási tevékenységek körében bekívánja vonni, és ha jól emlékszem, Szabó Tímea az, aki ezt indítványozta, a környezetvédelmet. Az egyházaknak az elmúlt, nem is évtizedekben, de az utolsó században, e tekintetben nagyot változott az alapállása. Nagyot változott a Biblia értelmezése is e tekintetben, ahol az ember és a természet viszonyát kell értékelni és valamilyen formában elfogadni. Ezért én helyesnek tartanám azt, hogyha a környezetvédelmi szempontok ilyen tekintetben megjelenhetnének.
Kísérletet tett a képviselő asszony arra is, hogy van egy ilyen mondata a módosítójának, tekintettel az állam világnézeti semlegességére és a felekezetek közötti békés együttélésre való törekvése. Hallatlanul fontos mondatnak tartom mindkét felét. Mind az állam semlegesség, az állam világnézeti semlegességre törekvését, mind pedig len, és ezt legalább ennyire fontosnak, a felekezetek közötti békés együttélésre való törekvést. Ezért a magam részéről úgy gondolom, hogy ez a módosító indítvány talán nem teljesen pontosan kapcsolódik magához a törvényszöveghez, de egy kapcsolódó módosítóval olyanná tehető, amely meggyőződésem szerint hasznos lehet. Összességében az az álláspontom, hogy a preambulum megkerülhetetlenül szükséges, és be kellett, hogy kerüljön a törvényjavaslatba. Itt azonban, még egyszer hangsúlyoznám, hallatlanul nehéz feladatot vállaltak azok, akik itt arra vállalkoztak, hogy ezt a törvényt előterjesszék, szükséges feladatra vállalkoztak. Valahol, valamilyen módon mégis azt gondolom, hogy a társadalomnak az a, én álláspontom szerint túlnyomó része, amely az egyisten hívők nagyon széles táborához tartozik, azoknak meg kellene itt jelennie, és számukra is valamilyen módon az elismerésnek itt ebben a törvényben is jelen kellene lennie. Ebben az esetben látom én olyannak a javaslatot, amely betöltheti azt az egyébként föltétlenül szükséges feladatát, amely miatt elkészült. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, 2 perces felszállása, megadom a szót Varga László képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjából. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót. Ennek úgy szeretnék válaszolni Túri Kovács Béla képviselőtársamnak. Lehet, hogy nem a preambulumban, de rögtön az első paragrafus második bekezdése a törvényjavaslatnak így szól: a lelkiismereti és vallásszabadság joga magába foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását. Tehát akikre úgy gondolta a képviselőtársam, hogy nincsenek benne, benne vannak, tehát azok is, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, azt az előterjesztők elfogadták azt a javaslatát Szabó Tímea asszonynak. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólásra megadom a szót Nyakó István képviselő úrnak, MSZP képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnálatos módon, de ellent kell mondanom Varga László képviselőtársamnak. Véleményünk szerint a jelen törvényjavaslat ellentmond a vallás szabadságának. Nemes egyszerűséggel. Méghozzá a 6. paragrafus 1-es bekezdése kívánja definiálni a vallásnak a jelentését. Véleményünk szerint ebbe a házba, ebbe a pillanatba egyik frakcióba se ülnek istenek, mondjuk ördögök se, nem fogja tudni senkit definiálni a vallásnak a jelentését, mert tulajdonképpen az az önmeghatározás korlátozását jelenti. Az, hogy mi nem vallási tevékenység, azt a törvény szerintem leírhatja, taxatívan fel is sorolja. De azt, hogy mi a vallás, kinek mi a vallás, azt szerintem az állam nem mondhatja ki, mert ebben az esetben nézeteltérés van közöttünk, kedves képviselő asszony, ezek szerint, mert ebben az esetben az állam beleszól a lelkiismereti szabadságba. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólásra megadom a szót Túri Kovács Béla képviselő úrnak. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt gondolom, hogy itt abban van a különbség az előbbi felszólaló, valamint közöttem, hogy én a magam részéről világosan úgy érzékelem, hogy ez a vallásszabadságot ez a törvény elősegíti és nem korlátozza. Éppen ezért tartom annyira fontosnak annak a hangsúlyos megjelenítését, hogy amikor hitelvekről beszélünk, és amikor arról beszélünk, hogy a hitelvek rendszerbe foglalásáról, akkor hallatlan óvatosnak kell lenni. Mert azért, aki valóban foglalkozott már valamelyest, és azt hiszem, itt jó néhányan vagyunk, akik foglalkoztak ezekkel az ügyekkel, és ne talántán még a Ó és Új Szövetséget is valamikor elolvasták, és tudják azt, és világosan látják e tekintetben azt, hogy a hitelvek rendszerbe foglalása az önmagában még nem jelenti a vallást. De a hitelvek rendszerbe foglalásának az igénye sem lehet az, amely önmagában meghatározhatja a vallást. Hát hadd mondjam itt a keresztény hívőknek, hogy
kedves képviselőtársaim, minek tekintsük az ősegyházat? Azt a közösségnek? Hitelvek mindegyikbe voltak, csak a legtöbben nem azonosak. Azonosnak kell lenni a hitelveknek, hiszen azért nem azonosak teljesen a hitelvek meggyőződésem szerint még a keresztény egyes vallások között sem, mert ez benne van a vallásszabadságban és a vallási szabadságban. Nagyon